Te mit csinálsz, Tamara? Próbálom megigazítani ezt a robot valamit, mert szegény állását. Hogy hívják? Kékember. Ilyen ő. Nagyon aranyos. Igen. Az egyik kedvencem. Mindig, mikor jövök, állatok. Akkor beszélgetünk. Ó, egyesek annyira örülnek itt, hogy folyamatosan látják azt, hogy kik érkeznek ide a roncsdárba. Például most Junkies koncertre látogató embereket veszi górcső alá ez a kis kék lény. És természetesen mi is, hiszen a mai roncsolóban Junkies frontemberével, Szekeres Andrissal is beszélgettünk. De nem csak vele, hanem lesz interjú a Kadaveresszel, illetve a Watch My Dying énekesével is. Őt tulajdonképpen le is vetkőztettem, mert van egy nagyon érdekes tetoválása, de ez majd kiderül. Hol? A vállán, a lapockáján. Akkor nem deréktől lefele vetkőztetted le? Nem, azt nem néztük meg, azt a területet. Illetve hát az nem kerül adásba, tehát elképzelhető, hogy ott is történt valami, de az nem kerül adásba. Megpróbáltuk a kis kékembert is szóra bírni, de egyáltalán nem hajlandó nyilatkozni. Igazi sznob. Illetve csak pénzért. Csak pénzért. De hát mi nem fizetünk. Szerelemből csináljuk. Nézzétek a roncsolót. Így van. Az előző lemezünk, a MyStream, az 2010-ben jelent meg, azt követte 2011-ben a Digital Stream, az igazából egy magyar nyelvű felvételeket, akusztikus felvételeket és remixeket tartalmazó kiadvány volt, utána igazából folyamatos koncertezés volt, és igazából az idei év elejétől indult a tényleges nótaírásunk. És akkor a nyár végén vonultunk stúdióba, Supersize-ba, dolgoztunk ismét ugyanazzal a gárdával, a Varga Zolival igazából, és a Bencével, mint a legutóbbi lemezünknél is, és hát igazából egy hónapig voltunk stúdióba, és egy október végére készült a lemez, november elején pedig megjelent tökéletes módon, és novemberben pedig kezdődnek a koncertek, a lemez bemutató így országos szinten, bár a múlt hétvégén már Ausztriába játszottunk, volt Bécsben egy lemez bemutatunk, és az év hátra részében pedig itthon lesznek koncertjeink, és az első, a Debreceni egy kiemelt állomás, a Stage Diving turnénak az első fejezete, így közösen a Dongátóval és a Watch My Dying zenekarokkal. A fővárosban óriási népszerűségnek örvend ez a fesztivál. Miért döntöttetek úgy, hogy szépen szeditek a sátorfátokat és máshova is ellátogattok? Megpróbálkozunk ezzel a vidéki dologgal is, tehát azért az eléggé igazából a tapasztalatok azt mutatták, hogy jól működik ez a közös Watch My Dying Kedeveres párosítás. Minden évben igazából inkább ilyen január környékén volt egy ilyen nagyobb fesztiválunk, ugye főleg a Dürerbe. Két termes, két színpados, általában 8-10 zenekart részvételével zajlanak ezek a Stage Diving fesztiválok. Itt egy csomó feltörekvő underground zenekar is megvan hívva és részt vesz ezen az eseményen. Legtöbbször nyilván a mi stílusunkhoz közeli zenekarok, tehát ilyen extrém metal, modern metal zenekarok. És akkor ezután döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk ezt az egész fesztivált elvinni így a vidékre, egy 8-10 helyre legalább, és ugye Debrecenbe is így együtt eljöttünk. A Dongatóékkal nagyon jó barátságban vagyunk, és akkor igazából ők az első számú kísérő zenekar, és mindig vannak helyi zenekarok, illetve egy-egy kisebb zenekar, akik még így vagy a fesztivál elején, vagy a végén ugye fellépnek. Debrecenben minden évben egyszer szerintem eljövünk. Kevés. Most legutóbb, most ide meg voltunk már, amúgy egy akusztikus koncertünk volt, ugye még a Leanderrel, meg az Idorúval, az össze volt, voltak ugye egy speciális akusztikus koncertünk, és akkor ugye Debrecen, mint kiemelt város, ugye a szívünk csücske, eljöttünk az akusztikusra, és akkor idén, most az új lemez kapcsán viszont itt vagyunk, ugye normálisan, elektromosan, bedugós koncerten. Beszéljünk akkor az új lemezről. Hát egy héten jelent meg igazából a Kedeveresznek a negyedik nagylemeze, a
Demoralizer. Most ennek igazából az a lényege, hogy 10 000 újság jelenik meg 10 000 CD-vel, ennek azért a nagy része nyilván elkerül az emberekhez. Így reményeik szerint egy csomó olyan ember kezébe is, és a lejátszójába is bekerül a lemezünk, akik amúgy normál körülmények között nem vettek volna Kadaveres CD-t, úgyhogy most itt szeretnénk egy picit nyitni. Változott annyit a zenénk is, hogy én úgy gondolom, hogy egy sokkal nagyobb réteghez tudunk szólni ezzel az új anyaggal, és így remélhetőleg egy csomó mindenki majd bele fog hallgatni és beleszeret. Gyökeres változás azért nem történt, tulajdonképpen hál' az égnek, megmaradtak a kemény alapok, tehát modern groove-os metal zene továbbra is a Kadaveres. Annyi változás van, hogy talán az énekek terén egy picit dallamosodtunk, az Oli tovább fejlesztette igazából így az énekek terén a számokat. Minden refrén nagyon fogós, én úgy gondolom, hogy így talán jóval dallamosabb és fogós dalok születtek ezen keresztül, így az énekeken keresztül. Rá a zenekarra kapcsolatos történésekre, ugye javába tart az őszi-téli turnétok, Depresszióval, illetve az Autopilot zenekarra közösen koncerteztek, így felváltva oszlik ez meg, hogy állt össze ez a team? Tegnap Depresszióval játszottunk, innen mondjuk körülbelül 500 km-re Pécset, volt egy fantasztikusan jó fellépés, hát reggel 8 éltünk haza, és délben már indultunk tovább Debrecen, úgyhogy egy kicsit kialvatlanok vagyunk, de visz minket a lákándó, úgy értve, hogy annyit adott a tegnapi koncert is, és remélhetőleg a mai is, hál' Istennek, úgy hallottam, nagyon mentek előétlenül is egyek, reméljük, fantasztikus buli lesz ma is. Ezt egyébként fontosnak érzétek, hogy hát nyilván a Depresszió egy befutott ismert zenekar, de az Autopilot talán még annyira nem, hogy fiatalabb zenekarokat is magatok mellé vegyetek? Pontosan, igazából az egyik az ilyen közös túlni, hát meg persze azért meg kell erről emlékezni, vagy azt meg kell jegyezni, hogy nyilván itt egy többé-kevésbé mellérendelt viszony van a Depresszió zenekarral, de az Autopilot, a vendégünk a turnén, az önnel a turnét, azt gyakorlatilag önnálom csináljuk. Autopilot zenekarnak a basszusgitáros, a énekese, egyébként a klippénkért is felelős, ő ráadásul a kiadónál egy kreatív arc, nagyon szeretünk vele együtt utazni, részegeskedni,
bulizni, bármit. Lehet kifésült vagy rasztás, lehet belőzselés vagy pasztás, lehet falkocsokba befomba, elő hosszú, hátul letolva. Nekem mindegy, nekem mindegy, nekem mindegy, milyen a figurám. Csak az számít, csak az számít, csak az számít igazán. Ne zavarjon, ne zavarjon, futásban. Ha már a klip szót, ha már a videoklipet hoztad szóba, ugye most nemrég elkészült a Frizora című legújabb videoklipetek, egy igen érdekes látványvilágú videoklip, mesélj nekünk egy picit erről is, mert azért gondolom, hogy voltak érdekes történések forgatás közben. Hát a legfontosabb talán az, hogy Viki annyira megsérült, hogy két hétre teljesen kimondta magát a forgalomból, sőt, hát ő nem tudom, hogy miért csináltam, mert én is kerültem hasonló helyzetben, tehát volt ilyen balesetem, de én egyből orvoshoz fordultam és begipszelték a lábamat. Ő próbált ezt elblicálni, de a végén már annyira durván nézett ki a lába, hogy ki is posztolt a Facebookon, ilyen gyerekeket lehet vele kergetni. Nem tudom, most már úgy tűnik, hogy már két lábra állt, homo sapiens, és már működik, de borzasztó sokat aggódtunk amiatt, hogy egyáltalán tud-e menni a túlni, vagy ha tud menni, akkor hogyan bárszékkel, vagy valamit, tehát hogy de felépült. Én nagyon jól szórakoztunk, én nagyon utálom a klipforgatásokat, a legunalmasabb dolog a világon. Tehát amikor ilyen egyik helyzetből a másik helyzetbe átáll a kamera, ez végtelennek tűnő várakozás. De ettől függetlenül hát itt passzolgattunk meg, ilyen kapuja rúgtunk. Én annyira élveztem, hogy soha nem adott lehetőségem egy igazi ilyen fűes pályán kapura lőni labdával. És most egy kicsit kiálltam magam, úgyhogy én nem unatkoztam, én nagyon szórakoztam mind a két forgatási napon. Lakik bennem egy kis ördög. Tehát egy kis, sőt egy elég erős ricska is volt a magyar labdarúgók a labdarúgás irányába. Ennyire figyelitek a sportág eseményeit? Ez már egy korábban megszületett dal volt, mert gyakorlatilag a 8-1 is egy, hát idézőjelben egy remek apropó volt erre. Bocsánat, egy kicsit kaparölt nekünk ez az egész, nyilván mi nem így terveztük, sőt, hát örültük volna, hogyha a magyar válogatott nagyon sikereket ér el, de hát ez egy kicsit kaparölt nekünk is idő. Mi régóta terveztük azt, hogy erre a klipre forgattuk, hát most ez így jött ki. Na, mert mi nagyon, legalábbis én, a többiek teljesen tesiből felmentett kategória, de én figyelem, tehát magam is sportolok, és figyelem egyébként a labdarúgás helyzetét, és együtt szomorkodom veled például. De amikor például a Loki menetelt a BL-ben, én ott lakom a Puskás Ferenc stadion mellett, én kiálltam rendszeresen a meccsekre és szurkoltam, sőt, hát a korábbi futbolisták, tehát Sándor Tamás, Dombi Tibi, nagyon jó barátaim, tehát legalábbis remélem, hogy nevezhetem a barátaimnak, és a debreceni futball sorsa mindig is nagyon foglalkoztatott, hát persze meg az egész magyar futball sorsa, hát együtt kesergünk most veled együtt. Őre ugye 20 éves a zenekar, hát gondolom, hogy már készültek erre, hiszen rövidesen 2014, milyen megmozdulások, meglepetések várhatóak tőletek? Hát egy új lemezzel készülünk, már 3 szám készen van, a többit majd december, január, februárban meg fogjuk írni, hát haladunk vele, ahogy haladunk. Tervezünk egy 20 éves turnét, nyilván különleges alkalom számunkra, és hát még sose játszottam eddig 20 évig egy zenekarban, tehát ez eleve nagyon fura. És lesz egy kiemelt koncertje az egésznek, tehát is rendesül pont akkor, mert most már úgy, Junkies ugyan volt, mielőtt én beszéltem onnan a zenekarba, de már ilyen tizenvalahány éve onnantól számítjuk a zenekar kezdetét, és pont erre a napra, majdnem legalábbis 2 nap eltéréssel sikerült lekötni egy budapesti koncertet, és ott fogjuk a szuper 20 éves születésnapi koncertjüket megtanulni, ami azért is fura, mert én pont 20 éves korom előtt egy nappal kerültem a zenekarba, úgyhogy ez ugyanaz az én 40. születésnapom is lesz, és pont a fél életemet a zenekarba töltöttem, úgyhogy számomra ez a számmisztika most eléggé odavágott. Hát gondolom azért bennetek is, amikor ez realizálódott, hogy úristen, már 20 évesek vagyunk, egy kisebb fajta döbbenetet azért kiváltott. De egyébként annyira nem nézünk jól, tehát még mindig jó képűek vagyunk, meg minden nem kopaszodunk, de hát tényleg, tehát öregek vagyunk, igen, a zenekar is, és nagyon öreg, meg mi magunk is.
De én vagyok a legfiatalabb zenekarban még mindig. Azt vettük észre, hogy teljesen más zenei élményt nyújt, mint maga a teljes Junkies zenekar, de mi is nagyon jól érezzük magunkat benne. Tehát ez egy kicsit ilyen lazább, kötetlenebb dolog, és a közönség is nagyon szereti. Először ilyen kísérleteggel, jelleggel próbáltuk meg az egészet, de annyira nagy sikere volt, meg mi is annyira élveztük, hogy ezt kénytelenek úgy folytatni. Ha már az imént említetted Debrecent, illetve azt, hogy annak idején a Loki meccsekre kijártál, amikor a Puskásban játszott a csapat, a zenekarnak Debrecennel kapcsolatban milyen élményei vannak? Borzasztó sok élményünk volt. Először akkor léptünk fel, amikor a Tankcsodával turnéztunk, 1997, nagyon régen volt, és sportcsarnokban játszottunk, nem emlékszem sajnos a nevére, de hatalmas élmény volt, és turnézáró, úgyhogy kicsit szétvertük a dobot, meg még a hangszereket, de hát kicsit haragudtak is ránk, de sikerült el simítani ezt a kis apró nézeteltérést. Debrecen mindig jó, tehát úgy értve, hogy ráadásul eléggé is ismerem, tehát úgy értve, hogy jártam itt más alkalommal is, ilyen barátokkal, meg minden, nyaraltam is, és itt sőt a környék is nagyon kedves számomra, Hajdúszoboszló, stb. Úgyhogy én mintha hazamennék. Vacsorán lehettek túl, ugyanis a feleséged Debreceni is itt voltatok anyóséknál, itt vagytok, voltatok. Mesélj egy kicsit, hogy telt most itt a koncert előtti időszak. A mai este elég korán kellett megérkeznünk, mert egy csomó felszerelést mi hoztunk, most a többi zenekarnak is, aztán utána most elmentünk egy családlátogatásra, a vacsora, és most kajakóban van, és nincs kedvem, semmi ez igaz. Ez év most nekünk javarészt igazából ilyen készülődéssel telt el. Évelején megírtuk a lemezenyeknek a nagy részét, nyár elején fölvettük, kicsit fesztiváloztunk, de most ez év egy kicsit ilyen visszafogottabb volt mindenkinél, mert tavaly lettek új babáink,
igazából, és most családoztunk egy picit. Előtte nagyon megerőltető volt, hogy egy évben volt olyan körülbelül 40 koncert gyakorlatilag, nem volt olyan hétvége, amikor otthon lettünk volna, és most egy kicsit így arra az oldalra koncentráltunk, de hogyha most meg lesz ez az anyag, és akkor megjelenik, akkor utána majd megint valószínűleg majd sűrűbben fogunk játszani. Az új lemezzel most ilyen, egyelőre ilyen technikai gondok vannak, így mondanám, gyakorlatilag a nyersanyagot már májusban felvettük, és még azóta készülgetünk vele. Időközben felvettünk egy klipet is, ami most már egy-két héten belül megjelenik, de maga a lemez anyagra még egy picit várni kell majd. Mit lehet majd tudni erről az anyagról? Hát 7 dal lesz rajta. Igazából nagyjából mindenki hozott zenét most, elég változatos lesz, hogyha minden igaz. Mesélj egy kicsit a babákról, nálatok 4 hónapos, és kinél van még? Nálunk most 4 hónapos, a legkisebb, igazából nálunk otthon 2 van, aztán a gitárosunknál is van most egy picúr, ő azt hiszem, hogy még nincsen 2 éves, igazából még ő is egy olyan frissebb jövevény. Aztán a basszusgitárosunknál is van még 2 kislány, de ők már lassan avisok lesznek. És ilyen igazi kislányos kisfiús apukák vagytok? Abszolút, ilyenkor úgy szokott kinézni, hogy koncert után így húzás hazafelé, és akkor hazaérünk ilyen Budapest szerintem nagyjából ilyen 4-5 óra, és akkor még hajnal, akkor bemegyünk a nagy áruházba, és pelenka, meg a többi, és akkor utána úgy megyünk haza. Beszéljünk egy kicsit a tetoválásokról, mert nem csak arról, hogy neked milyen van, az majd később, de ha jól tudom, az első tetoválást, amit te készítettél, azt egyébként egy eredetileg debreceni lány hátára vartad fel. Nem tudom, emlékszel-e a sztorira? Persze, igazából. Úgy volt a... Vélem, mi az Isten és király! Tehát 5 éve kezdtem el dolgozni egy tetováló stúdióban, előtte egészségügyi is voltam, és igazából piercingesként kezdtem, tehát mondták, hogy valószínűleg nem fogok rosszul lenni, hogyha valakit meg kell szurkálni, és akkor utána közben jött, hogy én ezzel otthon már hogy próbálkoztam ilyen barkás szinten, de nem volt az igazi, és akkor elkezdtem betanulni, igen, és akkor volt egy nagyon kedves ismerősünk, egy debreceni lány. Egyébként ezt mondhatjuk, hogy a művészén ennek a másik kifejezése, a tetoválás? Hát ez egy olyan érdekes dolog, mert tulajdonképpen igen, de a mi boltunk egy ilyen speciális ilyen szempontból, mert mi egy plázában vagyunk, és ott nem feltétlenül az a fajta közönség van, akik ilyen rettenetes. Nem feltétlenül halálfejeket akarnak felvarratni. Nem ez a nagyon föltől elrugaszkodott dolgokat kérnek általában, tehát legtöbbször ilyen divatos mintákat, pici felirat, hasonlók, tehát néha jönnek ilyen bonyolultabb elképzelések is, és akkor annak örülünk, hogy akkor ott így elszabadulhat az ember fantáziája. Na és most leszek szemét, mert tudom, hogy itt hideg van, ugyanis itt vagyunk a folyoson, vetkőz. Ezt mutasd meg, hát de ne haragudj, tehát ezt egyszerűen nem hagyhatjuk ki, tehát vetkőz. Persze, hát vetkőztetem a Watch My Dying énekesét, hát hogy ne lennék jól. Igen, tehát ez Korda György felirat, tehát remélem mindenki látja. Egyébként nagyon-nagyon sok minden más is van átadom, például ez a nagyon kecses koponya. Na jó, most visszaöltözel, és akkor utána folytatjuk is, de mesélj erről a kordás történetről. Ez a Gyuri bácsi sztori úgy volt igazából, hogy nálunk otthon a családban már egész pici koromtól kezdve egy
szólt a zene mindig, tehát voltak bakelitek, és akkor voltak kordalán ezek, és igazából ez egy olyan szinten így benne maradt az ember fejében, mint annak idején ezek az ovis ilyen gyerek dolog, meg hasonlók, tehát így mindig szólt Gyuri bácsi, jó, oké, és egy pár évvel így elkezdtünk ilyen régebbi zenéket hallgatni, volt egy kis retro őrület, és akkor valahogy ezek a kordadalok előkerültek, és akkor bent a tetováló stúdióban hallgattuk egy csomót, és akkor jöttek be vendégek, és mindenki volt borulva, hogy úristen, itt nem valami rettenetes metal van. És akkor beszélgettünk ott a srácok, hogy tök jó lenne egy ilyen aláírást összehozni, és igazából elég sokat mászkáltunk utána. És nem akart összejönni a francnak sem, aztán nemrég volt ez a gumizsiráfos díját adó történet, és ott ismertük a szervezőket, és akkor rajtuk keresztül sikerült elintézni. Most azt hozzátenném az egészhez, hogy eredetileg ez egy nagyon-nagyon ilyen személyes dolognak indult, tehát így fogalmunk se volt arról, hogy ott lesz bármiféle tévéstel, vagy ilyesmi. Mondták, hogy majd Gyuri már persze nyomja ezért aláírást, és akkor ennyi. És lett belőle egy jó bulvár sztori. Ott ültünk hátul a backstage-ben, és akkor egy haverommal, és akkor utána jönnem Gyuri bácsi, Klári néni, és akkor mögöttük még vagy 10 emberi kamerákkal, meg ezért fényképezünk. És akkor utána egy két hét arról szólt, hogy non-stop így dolgozom bent a stúdióban, csörög a telefon, és halló, ezért tévéket. És most az Alföld TV még le is vetkőztet téged. Szerintem ez igen. Jó, világos, de még egy dolog, tényleg bevállalós volt, tehát melyik a kedvenc kordaszámod és elénekelnéd a refrényét? Távozik és érkezik itt mindenféle ember, egyre száll a sok-sok gép madár. Jaj, nem, az éneklésben szerintem ezt nem próbálnám meg Gyuri Pánzsorban learatni, semmiképpen sem. De igazából szerintem nem tudom, egy csomó van, tehát az autózás a városban, a reptér, meg a hasonlók, és most... Ezt inkább nem elít az a mikrofon, ez nem olyan, hogy ezt elbírja szerintem, de... Most megbeszéltük a többiekkel, hogy na, most már ha ezzel ennyi hülyeség történt, akkor meg fogunk csinálni egy feldolgozást, úgyhogy ez majd valamikor jövőre várható. Roncsoló végére azért annyit sikerült kicsikarnunk a kis kékembertől, hogy nagyon-nagyon tetszett neki a mai műsor. Ez csak természetes, reméljük, hogy nektek is tetszett ez a mostani interjú csokor. Nézzetek minket továbbra is, és keressetek a Facebookon, lájkoljátok a Roncsoló oldalt. Szevasztok!